A kiskereskedelem a húzóágazat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is derül ki a nemrég megjelent KSH összesítéséből, amely a 2020-as év harmadik negyedévére vonatkozik. Ebből látszik az is, hogy itt a legmagasabb a munkanélküliségi ráta, megyénk a sereghajtó valamivel több, mint 9%-os arányjal. Hasonlóan rossz adatot mutat a bruttó átlagkereset is, ami bár 9%-kal növekedett, így is csak 272.000 forint. Szeptember végén Magyarországon 2 millió gazdasági szervezetet tartottak nyilván, ebből 28% társas, 72% pedig önálló vállalkozás volt. Az országos tendencia megyénkre is igaz, itt azonban kisebb a két vállalkozás forma közötti szakadék. Magasabb az egyéni vállalkozóknak a száma, ez abból adódik, hogy nagyon sokan tevékenykednek a mezőgazdaságban, és ott a többség egyéni vállalkozóként végzi a munkáját. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg 123 ezer gazdasági szervezet van, ez körülbelül ugyanannyi, mint egy évvel korábbi adat. Ebből 14 ezer társas vállalkozás, aminél még egy minimális növekedést is tapasztalhatunk, egy 0,5%-os növekedés volt. Ami viszont annyira nem jó, hogy a társas vállalkozásoknak itt a megyében a 91%-a, ami egész nagy szám, 10 főnél kevesebb főt foglalkoztat, tehát azt mondhatjuk, hogy ez a klasszikus mikrovállalkozási formában foglalkoztatják. Ugyanakkor a 250 fő fölötti cégek száma, tehát a nagyvállalati száma, az pedig csak 29, ami működik a megyénkben. 2020. szeptember végén 3200 egyéni vállalkozás szüneteltette tevékenységét, ez 29%-os növekedés a 2019-es időszakhoz képest. Ez jól mutatja, hogy a járvány jelentősen visszavetette a vállalkozási kedvet megyénkben is. Csökkent a mezőgazdasági, a pénzügyi és az oktatási szektorban tevékenykedő vállalkozások száma közel 3%-kal, míg a járvány talán legnagyobb elszenvedője a vendéglátás, ettől kevesebb, 2%-os csökkenést mutat. Az infokommunikációs területen működő vállalkozások száma azonban emelkedett 5%-kal. Ahogy az építőipar is nőtt, akik ebben a szektorban dolgoznak, már a járvány utáni időkre terveznek, így ez az iparág az előrejelzések szerint akkor fog beérni. A beruházások, amelyek mutatják a gazdasági aktivitást, országosan vizsgálva 6,5%-os csökkenést tapasztalható a beruházásoknak. A legmagasabb, az egyfőre jutó beruházás, nem meglepő, hogy Budapest és Komárom-Esztergom megye, és a legalacsonyabb a Zala-Nógrád, és itt is bent vagyunk a sereghajtóknál Szabolcs megyében. A megyei beruházásokról annyit kell esetleg tudni, az első háromnegyed évben egy ilyen 121 milliárd összértékű beruházás valósítottunk meg, ez közel 10%-kal kevesebb, mint a tavalyi hasonló időszak. A technológiai fejlesztés és a digitalizáció sok helyen felütötte a fejét, ezzel ugyanis munkaerőt lehet kiváltani. Ez ma már szinte minden iparágban jelen van, de csak akkor működik hatékonyan, ha kellő ráfordítással valósulnak meg ezek a fejlesztések. A szakember úgy fogalmazott, ehhez arra lenne szükség, hogy a kormányzati és uniós pályázati támogatások kifejezetten ezt a területet célozzák meg.